Nyaralás közben, tenger, tó vagy éppen folyóparton nincs is idillibb dolog annál, mint a hattyúk és vadkacsák etetése. Sajnos azonban sokan rosszul tudják, és fehér kenyeret, ropit vagy éppen kekszet adnak nekik. A szénhidrátban gazdag étrend következtében komoly betegségek alakulhatnak ki náluk. Ezeket a vízi madarakat egyébként nincsenek ráutalva, tehát találnak a szabad természetben is, illetve nem vagyunk mi emberek úgy felkészülve takarmánnyal, a nekik számára értékes takarmánnyal, ugyanis ezek a mindennapi élelmiszerek, amik ugye nekünk fontosak, kenyér, stb. Ilyen hétköznapi élelmiszerek, ezek általában bélgyulladást szoktak okozni ezeknél az állatoknál. Tehát lényegében azt elmondhatom, hogy nem, hogy segítenek nekik, hanem ártanak ezzel az etetéssel. A madarak fejlődésénél nagyon oda kell figyelni a táplálkozásra, főleg a fiókák esetében. Olyan ételt, ami alapvetően emberi fogyasztásra találtak ki, semmilyen esetben sem adható madaraknak. A szakértő elmondja, mégis milyen eledelre van szükségük. Attól függ, hogy milyen madarakról beszélünk, hiszen vízimadarak némelyike vízi növényekkel táplálkozik, némelyike vízi rovarokkal. Tehát ugye Magyarországon, hazánkban 400 madárfaj van detektálva, több mint 400 madárfaj. Tehát minden madárfajnak más a tápláléka. A Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei azt hangsúlyozták, hogy a nyári időszakban különben sem szabad etetni a madarakat, inkább azt javasolják, hogy a téli hideg időben kell enni adni nekik.